az egyetemi lét az a hármas pilléren alapszik. Benne van a gyógyítás, benne van a kutatás, és benne van az oktatás is. És azt gondoltam már az egyetem elkezdésekor, hogy nem csak a gyógyítás részéből akarom kivenni a részemet, hanem még hamarabb be akarok csatlakozni kutatásokba, illetve az oktatási tevékenységbe is. Az én PhD témám nagyon izgalmas, mert igazi klinikai relevanciája van. Mi különböző térprotézisek során használt sebészi feltárás módszereket hasonlítunk össze. Mi egy olyan technológiát, vagy egy olyan módszert használunk, ahol nem bántjuk az izmot. És azt várjuk ettől, hogy a műtét utáni közvetlen posztoperatív időszakban hatékonyabb és gyorsabb, fájdalommentesebb a betegek gyógyulása. Éppen most készítettük el az első metaanalízisünket a témában, az első klinikai vizsgálatunk is lezajlott most már, és hát azt látjuk, hogy az általunk kutatott módszer, amit egyébként a témavezetőm hozott be az országba, és egészen ritka és kevés sebész használja még világszerte, ez tényleg megadja a betegeknek azt, hogy gyorsabban és hamarabb visszatérhetnek a, hát akár a munkába, akár az unokákhoz, vagy akár a teniszpályára, ha arról van szó. Nagyon fontos szerintem, hogyha az ember klinikai pályát választ, hogy aktív részese legyen a kutatásnak, és aktív olvasója, értője legyen a kutatás felhasználásának. Úgyhogy a gyógyítás és a kutatás ilyen szintű összekapcsolása szerintem az elengedhetetlen a mai medicína magas szintű végzéséhez. Az MD-PhD program az egy rendkívül lehetőség fiatal orvos kollégák számára. Fiatalon ezt megtapasztalni, és aztán még ezt a gyakorlatok során átadni a hallgatóknak, azt, hogy mit tanultam ma, nem tudom, az ambulancián, meg mit tanulok délután a PhD kurzuson, meg nem tudom, hétvégén a statisztikussal hányszor konzultáltam. Ezek egy olyan jó komplexet adnak a későbbi szakmai karrierhez szerintem, amit jó fiatalon megszerezni. Számomra az egyetem részben az én személyemben is, részben így családilag is mindig egy központi tényező volt, és ez egy sokkal jobb elhivatottság az, hogy valaki tényleg a Szemelsz Egyetemen dolgozhat, így tanulhat a legjobb mestereitől. Én is nagyon rendkívül hálás vagyok a saját mentoromnak. Borzasztóan sokat tanulok tőle emberileg, szakmailag, meg akár életvezetésileg is, hogy hogy lehet az embernek a családját, a szakmát, a tudományt, a gyógyítást, az oktatást, és az esetben a hobbikat vagy szabadidőt beleilleszteni. Nem egyszerű. De én mindig aktív voltam az egyetemi közéletben, az oktatásban, a tanulásban, most már gyógyításban is, hál' Istennek egyre aktívabb lehetek, és azt gondolom, hogy ezt megtapasztalni, ez a közösséghez tartozni, ez tényleg egy olyan plusz, amire az ember, amikor 70 éves lesz és az unokáinak mesél, akkor büszkén mesélhet róla.